Sok szeretettel köszöntelek benneteket, én is az Úr Jézusnak a nevében. Mózes első könyvét, azon belül is Jákobnak az élettörténetét tanulmányozzuk. Látjuk, hogy Jákob, aki az Izrael nevet kapta, és az ősapja lett a választott népnek, hát nem élt egyszerű életet, éppen ahogy a küzdelmeik elős közepében bonyolódunk. Régi zsidó vicc is mondja, jön egy távirat, amiben csak annyi szerepel, kezdjetek aggódni, a részletek majd később. Így van Jákob élete is, elindul és tele van nehézségekkel, problémákkal, olyan gondokkal, bajokkal, amelyeket ha előre tudott volna szegény Jákob, lehet soha nem indulás sem. És így vagyunk mi is gyakran az életünkkel. Szeretnénk tudni, hogy mi az, ami ránk vár, de Isten mindig csak annyit enged láthatni, amit elbírunk hordozni ebből a dolgokból. Viszont az Úr mindig hűséges, és mindig fel is akar készíteni bennünket arra, ami következni fog. Isten is készít minket, ezt látjuk Jézus életében és az apostolok életében is. Mindenkit Isten felkészített a feladatra, a munkára, amit rábízott. Nem hagy bennünket eszközök nélkül, nem hagy bennünket felkészítés nélkül. Ott tartottunk, hogy Jákob ugye visszatér az ígéretnek a földjére, és hát először rendeznie kell a dolgait Lábánnal, aki nagy indulattal megy utána, és kevés híján kiírtja ugye az egész Jákob házát, de Isten megállítja ebben a dologban. És alig múlt el az egyik veszedelem, már is ott a másik, jön Ézsau is 400 felfedett férfiúval, és Jákob mindent elkövet, hogy ebben a helyzetben, ugye emberileg is, meg mindenfajta módon megpróbálja megtalálni, megpróbál hitre jutni, és belekapaszkodni az Isten ígéreteiben. És ez valóban ez az éjszaka, ez megváltoztatja az életét, találkozik az Úrnak az angyalával, meglátja, megismeri Istennek az arcát, ami ugye a Krisztusnak a képe, a szimbóluma, az Ószövetségben kap egy kijelentést, és ekkor már hit alapján cselekszik, és miután hitre jutott, képes megalázni magát Ézsau előtt, képes lemondani azokról a dolgokról, amikért egyébként harcolt és küzdött fokkal, körömmel, csellel és csalással, el tudja engedni a vagyont, el tudja engedni a hatalmat, el tudja engedni azokat a dolgokat, amik eddig úgy gondoltam, hogy meg kell szerezni az életében. És ezzel együtt ugye nem felejtjük el, hogy Jákob valóban a hitnek az őse abban az értelemben, hogy ő az az ember, aki nem törődik bele a körülményekbe, nem törődik bele a sorsába, küzd emberekkel, küzd Istennel, hogy kitörjön arról a pályáról, abból az előre megrajzolt sorsvonalból, ami neki egyébként rendeltetett volna, és győz is. És azt tanulja meg ezen az éjszakán, ezekben a harcokban és a küzdelmekben, az igazi, tartós és valóságos győzelmet nem az emberi ravasság, a cselvetések, a csalások által, hanem az Istenbe vetett hit által érheti el. A hit az, ami az ember életét megváltoztatja, a hit az, ami a bénából, a vakból, a sántából, a gyengéből, az erőtlenből hőst képes tenni és csinálni, és Jákobnak is az életét az változtatja meg, amikor hitre jut. Isten látja ezt a változást Jákob életében, megérti Jákob, ezt már nem küzd innentől fogva többet emberi erővel, hanem a hitnek a hatalmával, a hitnek az erejével halad tovább és megy tovább. De látni fogjuk, a történet úgy folytatódik, hogy Jákobnak viszont szembe kell néznie azzal, hogy bár ő megtért, és Istennel jár, és megtanulta a leckét, és ő már az Úrban van, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy innentől fogva Jákobnak üdvössége van, hogyha most ezt ugye, új szövetségi értelemben akarjuk kivetíteni a történetet. De szembe kell nézni azzal, hogy bizony a családjában még ott van a bűn, bizony a családja még ugyanúgy a pénz után megy, a hatalom után megy, ugyanúgy könyökölnek, ugyanúgy vérszomjasak, kegyetlenek, hogy mindaz, ami Lábán házában történt velük, amit ott láttak a pogányoktól, mindaz, amit a kanaanitáknál láttak, azok bizony hatással vannak rájuk. És Jákob szenvedései immáron nem a saját egzisztenciáját veszélyeztetik, hanem szembe kell néznie a gyerekeivel, szembe kell néznie azzal, hogy a családjából is valahogy megpróbálja ezt a fajta pogány testi magatartást kiszorítani. Elsősorban természetesen újból csak a hitnek az erejével. És itt kerül ugye a hangsúly át Jákobról, Jákobnak a fiaira, a gyermekeire, azon belül is két atyafira, Júdára és Józsefre, akire nagy hangsúly kerül. Ugye? Az érdekességük az, hogy József egy igazi karizmatikus vezető, valóságos karizmája van, nagyon sok mindenre, hogy az álomfejtésre, a bölcsességbeszédre, a tudománybeszédre, nagyon erőteljesen működik az életében. Júda pedig az isteni választás szerint a születési sorrendben lesz elsőszülött,
Ugyanis azt fogjuk látni, hogy az előző három testvére, Ruben, Simeon és Lévi diszkvalifikálják magukat a következő két fejezetben, vagyis Jákob kizárja őket az örökségből. És ezt se felejtsük el, hogy tulajdonképpen ugye, amiről itt mindig szó van, az amikörül forog a dolog, az a birtok, az örökség, tulajdonképpen nem más, mint az Istennek az országa, és ez az, amit nemzedékről nemzedékre újból és újból meg kell találniuk Ábrahám leszármazottjainak, hogy itt többről van szó, mint birkákról, meg legelőkről, meg egy földi királyságról, hanem az Isten országáról van szó. És abban a pillanatban, amikor megértik és felfogják, hogy őket Isten az ő országába hívta el, ez az a hit és ez az a meggyőződés, amikor ezek az emberek vésbe jutnak. És ilyenkor a Biblia is engedi őket többnyire, nem követjük őket már igazán nyomon, mert ők már megmenekültek. És mindig jön a fókuszpont, mindig a következő és újabb generációkra tevődik át. Júda és József küzdelme majd végigvonul egész Izrael történelmén. Ugye József leszármazottja Efraim, és Efraim lesz tulajdonképpen a legnagyobb nemzet, a legnagyobb nép, és Efraimban lesz a sírói sátor, és Efraim lesz a vezető nemzet, egészen Dávid királynak az ideig, amikor is áttevődik ez a hatalom, ez az erő Júda törzsére. 34. fejezetből olvasnám akkor az igét tovább, és kicsit előbbről néhány verssel, ugye Sekembe érkezik Jákob, ez a történet lényege, és elérkezett Jákob épségben, Sekem városában, mely Kanaán országában van, midőn jött Paddan Arámból, és táborozott a város előtt. És megvette a mezőtelket, ahol felütötte sátorát, Hámor Sekem atyafiának fiaitól 100 keszitáért. Hát annyit tudunk, hogy egy keszitáért adtak egy birkát. Ott fölállított oltárt, és így nevezte Isten, Izrael istene. Tehát Sekemhez érkezik Jákob, ott földbirtokot vesz magának, ennek van érdekes jelentősége, nevezetesen ezt a földbirtokot Jákob a halálos ágyán Józsefre hagyja, és ebben a földbirtokban van az a bizonyos kút, ahol az a bizonyos asszony csörög, aki is szült a vizet meríteni, ahol Jézus legyen, és ahol megszólítja ezt az asszonyt, és hogy királynak az égő vizet. Tehát ez így kerül Jákob birtokába. Az asszony utal is erre, és azt mondja, hogy hát ez itt, ez a kút Jákob idejétől, hogyha az embereknek a szomját, nagyon vagy a te Jákobnál, aki ezt a kút megnyugatta. Na és a borzalmak itt kezdődnek. És kiment Dina, Lea leánya, aki szült Jákobnak, hogy megnézze az ország leányait. És meglátta, hogy Sekem, a Hivita, vagyis a Hetita, Hámor fia az ország fejedelme. Vette őt hátra és meggyalázta. És ragaszkodott a lelke Dinához, Jákob leányához, és megszerezte a lányt, és a lánynak szívére beszélt. És szólt Sekem Hámorhoz, az atyához mondván, vedd el nekem a leányt feleségül. Jákob pedig meghallotta, hogy megfertőzteti Dinát, a leányát, de fiai az ő országában a mező voltak, és hallgatott Jákob, míg megjöttek. És kiment Hámor Sekem atya Jákobhoz, hogy beszéljen vele. Jákob fiai pedig jöttek a mezőről. Midőn meghallották, bosszankodtak a férfiak, és haragjukra volt nagyon, hogy aljasságot tettek Izraelben, hálván Jákob leányával, és így nem szabad tenni. És beszélt velük Hámor, mondván, Sekem fiam lelke csüng leányotokon, adjátok kérlek őt neki feleségül, házasodjatok össze velük. Leányaitokat adjátok nekünk, és leányainkat vegyétek el magatoknak, és velünk lakjatok. Az ország legyen előtte, lakjátok, és járjátok be, és foglaljatok birtokot benne. És szólt Sekem az atyához és fivéreihez. Csak találjak kegyet szemeitekben, és amit mondtok nekem, azt megadom. Vessetek ki reám igen sok jegybért meg ajándékot, és én megadom, amit mondjátok nekem. De adjátok nekem a leányt feleségül. És felemtek Jákob fiai Sekemnek és Hámornak, az atyának, csellel, és szóltak, mivel hogy megfertőztette Dinát, a nővérüket. És mondták nekik, nem tehetjük ezt a dolgot, hogy odaadjuk nővérünket egy férfiúnak, kinek előbőre van, mert szégyen az nekünk. Csak aképpen egyezünk meg veletek, ha olyanok lesztek, mint mi, körülvetélkedvén köztetek minden férfi. Akkor odaadjuk leányainkat nektek, leányaitokat pedig elvesszük magunknak, veletek lakunk és leszünk egy néppé. De ha nem hallgattok reánk, hogy körülmetélkedjetek, akkor vesszük leányunkat és legyünk. És jónak tetszettek szavai Hámor szemeiben, és Sekem Hámor fiának szemeiben. És nem késett az ifjú megtenni a dolgot, mert megkedvelte Jákob leányát. Ő pedig tiszteltebb volt atya egész házánál. És jöttek Hámor és Sekem a fia városuk kapujába, és szóltak városuk embereihez mondván. Ezek az emberek békések velünk. Lakjanak hát az országban, és járják az be,
és az ország íme tág határú előttük, leányaikat vegyük el magunknak feleségül, leányainkat pedig adjuk nekik. Csak aképpen egyeznek meg velünk egy emberek, hogy velünk lakjanak, hogy egy néppé legyünk, ha körülmetélkedik közöttünk minden férfi, amint ők körülmetéltek. Jószáguk, birtokuk, s minden barmuk, nem de a miénk lesz? Csak egyezzünk meg velünk, hogy velünk lakjanak. És hallgattak Hámorra és Sekemre, a fiára mind, akik kimentek városának kapujában, és körülmetélkedett minden férfi mind, akik kimentek a városának kapujában. És történt a harmadik napon, midőn fájdalmat szenvedtek, vették Jákobnak két fia, Simeon és Lévi, Dina fivérei, mindegyik a kardját, és mentek a gyanútlan város ellen, és megöltek minden férfit. Hámort és Sekemet, a fiát is megölték a kard élével, és vették Dinát Sekem házából, és elmentek. Jákob fiai rámentek a megöltekre, és kifosztották a várost, mivel hogy megfertőztették nővérüket. Juhaikat, marhájukat és szamaraikat, és ami a városban meg a mezőn volt, elvették. És egész vagyonukat, és mind a gyermekeiket s asszonyaikat fogva vitték és elprédálták mindent, ami a házban volt. És szólt Jákob Simeonhoz és Lévihez. Megzavartatok engem. Rossz hírbe kevertek az ország lakójánál, a kanálnál, és Benzim, valóban én csekély számba vagyok, és ha ők összülekeznek ellen, megvernek, és elpusztulok én és házam. És mondták, hát haláznával bánynak-e nővérükkel? Egy két halálos ütödelben újt a szegény Jákob, Lábáról és Ézsaut, és most a saját fiú keverik őt, mint nagy veszélyben is vagy. Ugye a történet tipikus kanálda történet, és a fiú reakció egy tipikus reakció, és ez a történetnek talán a legdrámaibb része Jákob számára, aki éppen frissen erősítette meg a szövetséget az Úrral, Sekemben oltárt emelt Izrael Istenének új néven, ezzel az új néven szólítva meg Isten, épp egy új életet kezdett el hétben az Úrral, és akkor, mint derült a végül kérdés, ahogy mondani szokták, jön ez az eset Sekemben. Ugye az egész a lényege az, hogy ez a Dina, ez a ki lehet számolni itt a különböző kollégáig így az időpontokat, ugye Józsefről azt olvasó, 17 éves volt, amikor történt vele az, az eset, hogy a útba lökték, a többi, stb. Tehát, hogy kicsit tolhatjuk az időket, akkor azt látni, hogy Dina de 3-14 éves lehet ebben az időben, mert a 14 éves kislányról van szó. És hát abban az időben, ha megnézitek, ugye a világ 40 évesen házasodott Jákob is azért már 30-on túl volt, mikor hozzáfogott a családalapításhoz. Tehát a sokáknál nem volt szokás fiatal lányokkal hálni és parázálkodni, már a kálmánitáknál már inkább. Ugye a Szodoma Gomorra történetét jól ismerjük, ott már mindegy volt, hogy fiú vagy lány vagy minden. Tehát ez ugye az erkölcsi állapotokat nagyjából bemutatna. Ugyanakkor Sekemben meg volt a vágy, megszerette a lányt, és szerette volna, hogy a három éve szerette volna a feleségül venni, és igyekezett a bűnét valamilyen módon jóvá tenni. Ekkor a két fiú, és ugye ugyanúgy, hogy annak idején, amikor Rebekát feleségül kérték, akkor Lábán volt az első számú felelős a lányok ügyében, tehát az idősebb fiú testvérek dolga volt, ugye a lány tisztessége felett törgődni, és sem Jákob az, aki ezt vesz és rendezkedik, hanem az idősebb testvérek, a bátyok, és ezek megharagudtak, és ezt a hetetlennek zajulnak, és amikor egyezkedésre került a sor, ugye Hámor mindent megígért, stabjatok ki egy ajándékot, amit csak mondtok, minden legyen. Ők is azért ravaszkodtak, akkor a saját népüket meg kellett győzni, akkor azzal kecsegtették őket, hogy hát ez nem csak egyszerűen egy gesztus, hanem egy népé leszünk, és akkor azoknak a vagyona, mind a miénk lesz. Miért jó lesz ez nektek? Hát a jól kérdeváltást ott is megkérdezik akuban, hogy ez vagy milyen nagy előnye, járni mindenki számára. De hát azért volt ebben ez is, az is nem volt teljesen tiszta történet, de a kanálita módján, a fogány módján azért úgy volt, hogy szerették volna a dolgot jóvá tenni. Jákob fiai azon megengedhetetlenek voltak, és hát két nagy bűnt követnek el. Az egyik az, hogy azt olvassuk, hogy csaltak. Tehát amikor ők megszabták a feltételeket a kanálitáknak, akkor már előre tudták, hogy tök mindegy, mit csinálnak, téged vetnek az étüknek az első adatban alkalommal levészárolják őket. A másik nehezebben tetten érhető, de szintén tisztességtelen dolog volt, az, hogy megszentségtelen tették tulajdonképpen Istennek a nevét azzal, hogy a kanálitákat a körülmetélkedésre kényszerítették. Körülmetélkedés Isten jegyül adta Ábrahámnak vele való kapcsolatra, vele való szövetségre. Ezért tudták, hogy mindenki, aki körülmetélkedik, az Ábrahámra nézve és az Ábrahám Istenére nézve teszi ezt, hogy ennek a szövetségnek a részese legyen. És ezt használják ki, és ezt szentségtelenítik meg igazából a fiai, és elárulják nem csak azt, hogy vérszomjasak, nem csak azt, hogy bosszúállóak, vagy aki állva szemük a rány, hanem azt, hogy Isten iránt tanúsítják azt a fajta kellő tiszteletet, ami megilletné a szent dolgokat és az Istenek szent dolgokat. Hát ez egy nagyon brutális vérengzés veszi kezdetét, és megölnek mindenkit. És ugye itt az ige ki is emeli panaszokként, ők azért mennek oda, mert hogy Dinát megszeplősítették, de azért rendesen elprédálták az asszonyokat meg a leányokat, vagyis ők ugyanazt megcsinálták a sekemiekkel, mint amit megbosszulni mentek
senkem be igazándiból, és ez is világosan mutatja, hogy itt nem valami jogos elégtételről, nem valami igazságszolgáltatásról van szó, hanem valami egészen brutális, pogány indulatról, ezekből a filmekből. Úgyhogy amikor Jákob a fiának áldást oszt, és azt a bizonyos áldást, amit ő ugye elhozott és elől cselevéstalással Zsák esetében, amikor ezt az áldást a fiainak továbbadja, ezt a két gyerekét erre való hivatkozásra kizárja az áldásból, az örökségből, és azt mondja, hogy ne legyen az én lelkem, ne egyesüljön, ne legyen közössége velük, mert ez az indulat, ami bennünk dolgozik, ami bennünk munkál, ehhez nekem semmi közöm nincsen. Ugyanakkor Jákob, aki már idősebb volt, bölcsebb volt, felmérte azt, hogy micsoda óriási veszélybe sodorták a fiúkat, tettük el az egész törzset, hiszen nem, ha összefogok meg, ugye hírem egy ennek a dolognak, hiszen milyen bizonyságot tettek róluk, hogy ez mégis ember. Ugye emlékszik, Ábrahámnak is gondot okozta azt, hogy kiszabadította ugye a lódot, de félt, és Isten megért neki, és mondta, hogy ne félj Ábrahám, én bajzsod vagyok neki, meg foglak védeni. Miért félt Ábrahám? Mert ő addig békés útot legelgetett. Most hirtelen, ugye öt királyt levert, hippopi, és hát a környező népek úgy mondtak vele, hogy hoppá, hát azért nem csak legeltet itt ebben az ember, hanem hát azért itt ez, ha kell, akkor oda is csapni, azért ez egy megváltoztatta ugye ott azon pillanatban a politikai helyzetet, hogy mondani szokták. És ugyanez van Jákobban is, azt mondja Jákob, hát most nekem itt el kell vonulnom ezek között a népek, nemzetek között, a különböző városállamok között, hát azért összefognak ellenem, akkor nekünk annyi végünk van. És nagyon újból a harmadszor is, ugye halálfélelembe került Jákob, ez a halálfélelem az időnként elkísérte őt, ugye ez volt neki, mikor Ézsau ellen kellett menekülni lábánnal a visszatérésekor, és íven most megint így járnak. 35. fejezetben viszont Isten szól Jákobhoz, hogy annak idején meglátogatta Ábrahámot, Jákob is meglátogatta. Azt mondja, hogy föl, menj föl Bételbe, és majd ott készíts oltárt Istennek, aki megjelent neked, időn menekültél Ézsau testvér elől. Mi a bátorításnak a lényege? Azt mondja Isten Jákobnak, hogy ne torpanj meg az úton, amin elindultál. Menj ezen végig, menj vissza Bételbe, ahol fogadalmat tettél, és hív segítségül az Úrnak. És ez akkor így van, hogy a megbotránkozatni, az azt jelenti, hogy a görög kandalizó, azt jelenti, hogy elbáncsolni, vagy megbotlani. Tehát amikor az ember halad az úton, a hitnek az útján, akkor hirtelen valami megáncsolja. Most itt is Jákob fiai megháborították Jákobot, azt a szép idilli képet, ami már úgy tűnt, hogy nap végre megpihenhet, nyugalomra találhat, azt azonnal az elkezébe fordották át, és ezzel azt mondta, hogy tartsi a hitnek az útján. Menjél tovább az úton, ami a lábad tetted, menjél Bételbe, és bízzál Istenbe, és Istenhez fordul, és Isten dolgokat elrendez. És ezért mondom, hogy Jákob megváltozott, és ugye Izrael is jására élet a kiegyenesített embernek, mert innentől fogva Jákob valóban nem kezdett el fordulkodni, hanem tényleg az egyetlen dolgot tette, egy dolgot tette, a hitnek a hit, és a hit szabályai szerint küzdött, és itt is azt olvasunk róla, hogy azonnal megtérésre hívja fel az egész családját, és hogy tisztítsák meg magukat. Azt mondja, hogy szólt Jákob a házához, és mindazokhoz, akik vele voltak. Távolítsátok el az idegen isteneket, melyek közepettetek vannak. Tisztuljatok meg, és váltsatok ruhát, hogy fölkeljünk, és fölmenjünk Bételbe. Majd készítek ott oltárt az Istennek, aki meghallgatott engem szorongattatásom napján, és vele volt az úton, melyen jártam. És átadták Jákobnak mind az idegen isteneket, melyek kezeikben voltak, és a gyűrűket, melyek füleikben voltak, és elejte azokat Jákob a törzs alatt, mert Sekemben volt. És elindultak, volt pedig Isten rettegése a városokon, melyek körül voltak, és nem üldözték Jákob fiai. Elérkezett Jákob Lúzba, mely Kanaán országában van, Bétél az, ő és az egész nép, mely vele volt. És épített ott oltárt, és így nevezte el ezt a helyet, Bétél Istene, mert ott nyilatkozott meg neki Isten, midőn menekült testvére elő. És meghalt Abrahámnak a nagyjának, és elvenni Bétél alul a teremtus alatt, és így nevezték el a sírás semitusa. Megjelent pedig Isten Jákobnak újra, midőn jött Paddan Arámból, és megáldotta őt. Két szózatot mond Isten Jákobnak, az első így szól. A neved Jákob, ne nevezzenek többé Jákobnak, hanem Izrael legyen a neved. Így nevezte őt el Izraelnek. A második szózat pedig így szól. Én vagyok Isten, a mindenható. Szaporodjál és sokasodjál. Nemzet és nemzetek gyülekezete lesz belőled, és királyok erednek áldjékaidból. Az országot pedig, melyet adtam Ábrahámnak és Izsáknak, majd neked adom, és magzatodnak te utánad adom az országot. És fölszállt tőle Isten azon a helyen, ahol beszélt vele. És fölállított Jákob egy oszlopot azon a helyen, ahol beszélt vele, kőoszlopot, és öntött rá öntő áldozatot, és ontott rá olajat. És elnevezte Jákob a helyet, ahol beszélt vele Isten, Bét-Élnek. És elindultak Bét-Élből, és volt még egy darab föld, hogy eljussanak Efrátba. Akkor szült Ráhel, de nehezen szült. És volt, mire nehezen szült, mondta neki a bába, ne félj, mert ez is fiad neked.
És volt, mire kiment a lelke, mert meghalt, így nevezte el őt, Ben-Óni. Atya pedig így nevezte el őt, Ben-Jámin. És meghalt Ráhel, és eltemették az Efrát felé való úton, Betlehem az. És fölállított Jákob egy oszlopot a sírján, az Ráhel sírjának oszlopa minden napig. És elindult Izrael, és felütötte sátorát túl Migdál Éderek. S történt, midőn lakott Izrael amaz országban, ment Reubén, és hált Bilhával, atyának ágyasával, és meghallotta Izrael. És voltak Jákob fiai 12-en. Lea fiai, Jákob elsőszülöttje, Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Iszakár és Zebulun. Ráhel fiai, József és Benyámin. Bilha, Ráhel szolgálójának fiai, Dán és Naftali. Zilpa, Lea szolgálójának fiai, Gád és Áser. Ezek Jákob fiai, akik születtek neki Padna-Aránban. És elérkezett Jákob Izsákhoz, az atyához, Mamréba, Kirját Arbába, Hebron az, ahol tartózkodott Ábrahám és Izsák. És voltak Izsák napjai 180 év, és kimúlt Izsák, meghalt, és betért népeihez öregen és napokkal telten. És eltemették őt Ézsau meg Jákob a fiai. No, hát ebben a fejezetben látjuk Jákobot, hogy tovább megy az úton, és Bételben Isten kinyilatkoztatja magát neki. Az egyik kinyilatkoztatás megerősíti az Izrael nevet, a másik kinyilatkoztatás pedig megerősíti az Ábrahámnak adott áldást. A legérdekesebb talán az, hogy nemzet és nemzetek gyülekezete származik belőle, és valóban így van. Ugye Izrael, mint nép, egy konkrét nemzet lett, de ugyanakkor nemzetek gyülekezete is származott, amit az Új Szövetség úgy hív, hogy a szellemi Izrael, hiszen minden népből és minden nemzetből az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak tett ígéretek alapján kihívja Isten a kegyelem által az örökösöket. A következő történet ugye szintén egy csapás Jákobra nézve, nevezetesen az, hogy meghal Ráhel, mégpedig a szülésben hal meg. Ugye Benyámin lesz az egyetlen gyermeke Jákobnak, aki nem idegenbe születik, hanem az ígéret földjén. És ez a gyermek viszont farfekvéses, onnan tudjuk, hogy farfekvéses, hogy nehéz a szülés, és a bába azzal biztatja Ráhelt, hogy fiút fog szülni, már pedig azt honnan tudhatta volna, hogy fiú lesz a gyermek, úgyhogy ha az végig jött ki. Tehát valószínűleg ez a problémának a gyökere, farfekvéses a gyerek, és Ráhel ugye elvérzik, meghal a szülésben. És mielőtt kibocsátaná a lelkét, elnevezi a gyermeket Ben-Óninak, ami keserűségem, vagy szenvedésem, vagy átkom fia, nagyjából ezek a jelentéstartalma, vagy a keserűség fia. És mikor az apja meghallotta, hogy az anyja hogy nevezte el a kisgyermeket, ő azonnal megváltoztatja a nevét, és elnevezi Ben-Jáminnak. A Jámin a szó szerint azt jelenti, hogy a jobbkéz fia, de talán emlékeztek rá, említettük, a jobbkéz ugye együtt a szerencsét is jelent, ugye még a magyar nyelv is így bal sors, meg jobb sors. Tehát a jobb oldal, vagy jobbkéz a szerencsét is jelenti, tehát a jobbkéz fia az azt jelenti, hogy a szerencse fia, tehát gyakorlatilag az ellenkezőjére változtatja a nevét Jákob. Miért Ráhelnek meghalni? Egyébként Lábák udat a bárvány után, akkor Ráhel bárvány Isteneket ellopja a házából, és rájúgulnak azt mondani, és letogadja azokat, Jákob viszont kimondja, hogy aki ellopnak bárványnak, meg kell halni. És valóban Ráhel utol éli tulajdonképpen a szó utol éli az ikkere, miért érte utol, mert tanaszkodta a bárványaikot. Ez az egész fejezetnek az egész problematikája, hogy hogyan szóruljon ki Jákob házából bárvány. És már ebben van. Az egész család még tele van minden. Ugye látjuk, Sekemnél is Jákob ugye megtérést hirdet, és azt mondja, dobjátok el az idegen isteneket, vegyétek ki az amuletteket a fületekből, és azokat elássák, megszabadulnak tőlük, mindegy, hogy mi az értékük, ezeknek nagy értékük volt, de mindegy, mi az ár, tisztuljatok meg, tisztítsátok meg magatokat, és az Úrnak fogunk szolgálni. De hát ezt tudjuk, hogy ezt külsőleg meg lehet csinálni, de a kérdés az, hogy belül hogyan és miképpen van, hitre tud-e jutni az ember. És Ráhellel is ez a probléma, ragaszkodik a lábán iskolaihez, ragaszkodik a régi kultúrához, ragaszkodik mindazokhoz a dolgokhoz, ami apja házát jellemezte. És ezért Ráhel tulajdonképpen a világot szimbolizálja ebben az egész történetben, ez egy profétikus történet, és ami születik, ami ott van Ráhel méhében, az a bizonyos kis Benyámin, ezt ő, a világ, a keserűségnek, a bánatnak, a bántásnak fogja fel, azonban Izrael, az Istennek az embere pedig a szerencse fiának, a jó szerencsének fogja fel. A profitai kép az én meggyőződésem szerint pedig az, hogy
A világ is ilyen, mint Ráhel. Az, a világ is vajudik, ugye ezt mondja Jézus, hogy a sok vajudás kezdetei lesznek majd azok a bizonyos fájdalmak. És ami ott van a világ méhében, az nem más, mint az egyház, mint az ígéretnek a fia, az ígéretnek a gyermeke, ami a világ számára a keserűségnek és a bajnak a forrása. És ezért mondja az írás, hogyha a világból valók lennénk, akkor a világ szeretne bennünket. De mivel nem vagyunk a világból valók, ezért a világ mindig idegenként néz ránk, és mindig valamilyen módon az ellenségét azt látja bennünk, ami számára fájdalmat és keserűséget jelent. Az utolsó időben ezt hangsúlyozottan így beszél, és azt mondta, hogy ami nekik a veszedelem jele, az nektek az üdvösség. Egyre inkább a két értékrend, a két szemlélet egyre inkább szétválik egymástól, és a világ keserűséget lát mindabban, amit az istenfélő emberek képviselnek, minden bajnak és minden frusztrációnak az okán, és ugye ezért lesz az, hogy mikor az Antikrisztus felemelkedik, akkor úgy gondolják, hogy nagyon helyesen és jól teszi, hogy végre ezt a sok bajnak és gondnak a forrását félretolja és eltakarítja az útból. Ugyanakkor Isten pedig épp az ellenkezőjét látja benne, a szerencse fiát látja benne, azt látja benne, ami jó, ami igaz és ami szent. És ezért hát Ben Nyámin lesz a gyermeknek a neve, és nem Ben Nóri. Ugyanakkor nyilván Jákob számára Ráhelnek a halála igen nagy csapást jelentett, hiszen olvassuk, hogy nagyon szerette Jákob Ráhelt. És ez is egy érdekes dolog, hogy Ráhelről sok mindent el lehet mondani, de az a leginkább kevéssé jellemes dolog. És mégis Jákob egyszerűen szerette ezt az embert. Ugye Ráhel azért rendesen versenyeket leállva, meg követelőzött, meg ragaszkodott a bálványokhoz, stb. Tehát a jóvonásai viszonylag kevéssé vannak kidombolítva a Szentírásban. Nem volt egy igazán tökéletes ember, tökéletes személy, azonban Jákobnak a lelke mégis ragaszkodott hozzá. Hogy lehet az, van-e a válasz, hogy Jákob egy kisebb ember volt, az oszlánzó, az zsákról, és a családnál ilyen szinten elvitte a bálványi állást. Az a kérdés, hogy létezik az, hogy Jákob kisebb ember előtte az, hogy ilyen szintű magányosság nagyon családnak az otthonában. Ez nem egy kérdés, hogy Jákob maga is üzőben hitt. Tehát Jákob is fel más módon állt, hozott valami otthonról, de magának is sikerült jutni, és igazán ő szívei hitre akkor jutott, amikor meglátja, hogy a végül élnél, amikor meglátja az arcát. Onnantól már nem Jákob, aki ezt is, azt is, azért ügyeskedik ember szerint is, meg ügyeskedik azért, hogy a hit szerint is, tehát a harajba az áldás, a kiszű Istenbe, stb. De azért maga emberi dolgait is megteszi, innentől ez már nincsen. És hát azt kérdezik, hogy hogyan lehetséges ez, meg hogyan tűrte el, hát nyilván úgy van ez, hogy látjuk a keresztény családokban is, hogy vannak istenfő szülők, van az egyik az, van a másik az, van mind a kettő az, és mégis gyerekednek maguknak is, akik pedig hitben ülnek fel, és lehet, hogy akkor hitre jutnak és megtérnek, és hisz is ők Isten, meg még áldás is van rajtuk, de őnek maguknak valahol meg kell találniuk az Isten. És tűri, nem tűri, mégiscsak a gyermek, tehát mégiscsak a taladja, hogy a pogányok és istentelenek, és nem akkor is a családja, és akkor is valahogy tűrnie kell, mert a családja. Tehát egyszerűen ez van. Tehát Jákob nem is tudta először. Tessék? Jákob nem tudta először. De hát ő látja, hogy amikor egy pályáket elmezni, és egy csatani, az Jákob azért tudta, hogy valaki azért is tudta, nem mondta volna, hogy hányát az egész, és egy kiapít egy valami, mert nem voltak tűnt a kül. Én most mondjuk, ami ezt látjuk, hogy a következő gáz ilyen nőfel, aki kezdés állva, aki is megkezdődik. Tézőgyének is megkezdődik, tézőgyének is megkezdődik. Magad majd, aki kezdés állva nőttenek fel, és hát tudjuk hozzám egyszerűen. Aztán el tudják mondani, vagy hát nem tudom, egészítsétek ki, hogy szóljatok hozzá, akik így voltatok, hogy félte az ember, vagy én azt látom, hogy félték Isten, tehát amikor a disznóságaikat csinálták ezek az emberek, akkor is ők ismerték Isten, meg tudták Istenről, meg valahol, valamilyen szinten egy bizonyos korlátok között azért félték ők az Istent. De azért a Kánaán, itt a szokások is ott voltak, a pogány dolgok is ott voltak, és nekik is meg kellett térni, és nekik is hitre kellett jutni, és nekik is a maguk számára fel kellett fedezni, és meg kellett találniuk az Istent, hogy tényleg teljesen és maradéktalanul át tudják magukat adni az Úrnak. Jó, tehát Jákob szerette Ráhelt, és ez nagy csapás volt a számára nyilvánvalóan, de azonnal megváltoztatta Benyámin nevét. Tehát, a fájdalom ide, a fájdalom oda, a veszteség ide, a veszteség oda, a pillanatban, ahogy ez tudomással jutott, megváltoztatta a gyermeknek a nevét. Hát ez sem volt szép, tehát így Bernóninak elnevezni ezt a fiút, azért ez nem egy szép örökség, akár mennyire is haldoklott, ez egy furcsa egy anyától. Úgyhogy érdekes személy ebben a szempontból Ráhel, és mondom, ez az érdekessége, hogy akármilyen humancos nő volt,
Jákob mégis annyira szerette, hogy a 7 év úgy eltelt neki, mintha 7 nap lett volna. No és akkor egy picit ugye lezárodik ez a történet azzal, hogy megtudjuk Reubenről, hogy olyasmit tesz, ami még a pogányok szemében is erkölcstelenségnek számított. Tehát láttuk, hogy a kanáli szokások azért nem egy ilyen nagyon cizellált erkölcsös dolgok. De még ott is annak számított volna, még Pál idejében is azt olvassuk a korintusi levélben, hogy hallom, hogy még olyan paráznaság is van köztetek, amit még a pogánynak is megvetnek, hogy valaki ugye a tulajdonlapjának a feleségével háljon. Hát itt is ez történik, és ezzel ugye Ruben is diszkvalifikál magát, az elsőszülött is kikerül tulajdonképpen az örökösödési rendből, és így marad ő Júda. Hát, Júda is elindul a lejtőn, és most szeretném a 36. fejezetet azért átugrani, mert itt igazán Ésau nemzetségei vannak leírva, a szép hosszú nemzetségi táblázat, amiből ez elmondja, hogy ez a jövő héten. Ebből, amit Ésau nemzetségeiről innen megtudunk, az nem más, mint hogy ami állást mondott Izsák Ésaura, az mind beteljesedett. Valóban királyok származtak tőle, népek származtak tőle, nemzetek származtak tőle. És az, hogy egy egész fejezetben ez a nemzetség fel van sorolva, ennek két oka van. Az egyik, hogy ugye Ézsau nemzetsége is Makbél lesz, és hát láttuk, hogy korábban is mindig így van, hogy ahol ugye megszakad a dolgot, az lezárja. És te elsorolja sokat izinben, hogy izé, kik voltak, mik voltak, stb. És utána többet nem is hallunk róluk, és nem is nagyon törődünk velük. A másik, hogy bebizonyítsa és megmutassa, hogy milyen hatalmas, milyen ereje van az atyajárlásnak, annak, amit az Isten embere az Úrban megvédhet Izsák, Jákob vagy Ábrahám, az Úr nevében kimondott, annak bizony nemzedékeket, generációkat meghatározó befolyása és ereje van. No, hát ha ugye akkor átugorjuk a 36. fejezetet, és még a 37-et is átugranám én igazándiból, mert ugye itt felbukkan József, és hát Józsefet kútba dobják, ez egy közismert történet, és elviszik Egyiptomba. De én most Júdával szeretnék foglalkozni, tehát mindez időben, hogy József ugye eltűnik, és Egyiptomba kerül, és eltelik 21-hány esztendő, abban a tudatban, hogy ugye Jákob azt hiszi, hogy József meghalt, a testvérek meg hát ezzel a tudattal élnek. És hát itt is már a kútbadobás történetnél is van egy érdekes momentum, azért ezt fölött nem mehetünk el. Nevezetesen az, hogy ugye mi történik. Először is az történik, hogy a szolgáló négy fia, tehát az Ipás Bilhának a négy fia, azok hát nem igazán végzik jól a munkájukat, és ő róluk rossz híreket hoz József, és ezért a testvérek megutálják Józsefet. Aztán József álmot lát, hogy a testvérei meghajolnak előtte, aztán álmot lát, hogy az apja anyja és a testvérei meghajolnak előtte. Az elsőnél még a testvérek intenek be neki, a másodiknál már Jákob is azt mondja, hogy mit képzelsz. Tehát azt hiszed, hogy te uralkodni fogsz a apád meg az anyád felett. Úgyhogy azért itt lássuk meg, hogy ebben van egy hosszú távú, egy mesiási kifutása is az egész történetnek, hiszen ekkor már Józsefnek az anyja halott. Tehát az, hogy meghajoljon, ugye Ráhel József előtt fizikailag, ez nem lehetséges. Következésképpen az egész álom a meghajlásról és arról, hogy József uralomra jut, már tartalmaz egyfajta messiási üzenetet is. No, József elmegy, megnézi a testvérét, hogy vannak, megtalálja őket, a testvérek kútba dobják, ugye Ruben ravaszkodik, megpróbálja ki ravaszkodni, hogy ne öljék meg, hanem azért dobják a kútba, mert később ki akarta őt szabadítani a kútból, és akkor jön Júda, és hát egy érdekes dolgot tesz, meglátja, hogy kereskedők jönnek, és mennek le Egyiptomba. És azt mondja, hogy mi hasznunk abból, ha megöljük a testvérünket, ráadásul hogy a vérbűn is van miatta, hanem mondjuk el inkább őt a kereskedőknek, leviszik Egyiptomba, aztán kész vége, soha többet nem látjuk. Többet így. Mi a gond? A gond az, hogy Józsefet ugye kiszemelik elsőszülöttnek, cifraruha és a többi. És a testvérek azon túl, hogy haragszanak rá, azon túl úgy gondolják, hogy hát akkor ő nekik azért csak több jut az örökségből, hogyha József eltűnik a színről. És majd később ez ugye megint Júdánál és Júda fiainál visszajön ugye ez a motívum, ugye mert Júdának szembesülnie kell a saját bűneivel, hogy hát az örökség azért meg a kis pénz is. Ez a Júda gyerek ez azt mondja, hogy hát figyeljtek ide, agyonverjük, abból nincs semmi hasznunk, ha eladjuk, van még 20 ezüst sékelünk is. Nem jobban járunk.
nem emberiességi motivumok vezették őt ebben a dologban, hanem pénzügyek. Később azt olvassuk majd József történetében, hogy ugye a testvérek, mikor bűnbánatra jutnak, akkor azt mondják, hogy pedig láttuk a gyermek szorongását, és láttuk a gyermeknek a keserűségét. Tehát azért József ordított abba a kútba, amikor kihúzták, odaadták az iszmaelitáknak, akkor esedezett, könyörgött, hogy ne tegyék ezt velük, és ezek az emberek, és az egész történet erről szól, valami elképesztő rideg, kemény szívvel nézik végig ezt az egész történetet, ahogy ezt a 17 éves fiút elhurcolják Egyiptomba, aki tulajdonképpen azon túl, vagy álmodozó volt, más bűntettet és bűntékben nem követett. Leülnek szalonnázni, nem szalonnáztak, leülnek enni a kút fölött, amiből a szerencsétlen ordítozott, és szemrevelés nélkül végignézték a nyomorúságát, és bizony ezt aztán a szívükre is nehezik majd az úr. Na tehát ez az előtörténete, ugye Júda és József kapcsolatának, és a 38. fejezetben pedig ezt olvassuk. És történt abban az időben, elment Jehuda a testvéreitől, és betért egy adullámi férfihoz, a neve Híra, és meglátta, hogy Jehuda egy Suál nevű kanáni férfiúnak a leányát, elvette és bement hozzá. Ugye az első, ami feltűnik talán ezekből a versekből is, hogy vannak emberek, akiknek tudjuk a nevét, és vannak emberek, akik nem. Tehát tudjuk, hogy ki az apja, de például a feleségének a neve eddig meg sincs említve, hogy ki a csaj, akiben Júda ennyire beleszeretett. De tudjuk a barátja nevét, tudjuk a felesége apjának a nevét, tehát itt ugye az emberben felmerül a gyanú, hogy itt lehet, hogy olyasmiről van szó, hogy a nevek azért lényegesek, hogy van bennük valami fajta tanítás, és ez így is van. És viselős lett, és szült egy fiút, és nevezte Érnek. És ismét viselős lett, és szült egy fiút, és nevezte Onánnak. És ismét szült egy fiút, és nevezte Sélának. Ő pedig Kezibben volt, midőn szülte azt. És vette Jehuda feleséget Érnek, az elsőszülöttjének, neve Támár. De Ér, Jehuda elsőszülöttje rossz volt Isten szemeiben, és megölte az örökkévaló. És mondta Jehuda Onánnak, menj be testvéred feleségéhez, és sógorképpen vedd el, és támasz magzatot testvérednek. És tudta Onán, hogy nem az övé lesz a magzat, és volt, ha bement testvére feleségéhez, a földre veszítette, hogy ne adjon magzatot testvérének. És rossznak tetszett az örökkévaló szemeiben, amit tett, és megölte őt is. Akkor mondta Jehuda Támárnak a mennyének, maradj özvegyen atyát házában, amíg nagy lesz Séla fia. Mert azt gondolta, hát ha meghal ő is, mint a testvérei. És elment Támár, és maradt atya házában. Sok idő múlt el, és meghalt Suá leánya, Jehuda feleség. És megvigasztalódott Jehuda, és fölment juhainak nyírőihez, ő és Híra, az ő adullámi barátja Timnába. És tudtára adták Támárnak, mondván, íme ipad fölmegy Timnába juhait nyírni. És letette özvegysége ruháit magáról, elfötte magát fátyollal, és beburkolózott, és leült Éláim bejáratán, mely a Timnába vezető úton van, mert látta, hogy nagy lett Séla, és ő nem adatott hozzá feleségül. És meglátta őt Jehuda, és paráznának gondolta, mert elfötte arcát. És letért hozzá az útra, és mondta, nosza kérlek, hadd menjek be hozzád, mert nem tudta, hogy a menye. Mondta, mit adsz nekem, ha bejössz hozzám? És mondta, én küldök majd egy kecskegödőjét a nyájból, mondta. Ha ad zálogot, míg elküldöd, akkor lehet. És mondta, mi az a zálog, amit adjak neked? Ő pedig mondta, pecsétet, zsinórod és a botod, mely kezedben van. És odaadta neki, bement hozzá, és viselős lett tőle. És fölkelt, elment, és letette fátyolát magáról, és felöltötte özvegysége ruháit, és elküldte Jehuda a kecskegödőjét az ő adullámi barátja által, hogy átvegye az állagot az asszony kezéből, de nem találta. És megkérdezte a helysége embereit, mondván, hol van az a szentelt nő, aki Énáimban az út mellett van, mondták. Nem volt erre felszentelt parázban ő. És visszatért Jehudához, és mondta, nem találtam meg őt, és a helység emberei is mondták, nem volt erre szentelt nő. És mondta Jehuda, tartsa meg magának, csak nehogy csúfvá legyünk. Íme elküldtem a gödőjét, te pedig nem találtad meg őt. És történt, mint egy 3 hónap múlva, tudtára adták Jehudának, mondván. Paráználkodott Támár a menyed, és íme viselős is paráznaságából, és mondta Jehuda, vezessétek ki, hogy elégettessék. Éppen kivezették, ekkor küldött ipjához, mondván. Attól a férfitól, aki ezek, vagyok én viselős.
mondta ugyanis, ismerd csak fel, ki ez a pecsét, a zsinór és a bor. És fölismerte Jehuda, és mondta, igazságosabb ő nálamnál, mivel hogy nem adtam őt Séla fiamhoz, és többé nem ismerte meg őt. És volt szülésekor, íme, ikrek a méhében, és volt midőn szült, kinyúlt az egyiknek keze, akkor vett a bába, és rákötött kezére piros fonalat, mondván ez jött ki először. De történt, amint visszahúzta kezét, íme kijött a másik, és mondta, milyen rés törtél magadnak, és így nevezték el őt Pérec, azt jelenti áttól és réstől is. Azután kijött testvére, akinek a kezén volt a piros fonal, és így nevezték el Zéra. Hát először is ugye, ami feltűnő ebben a történetben, hogy az írás kiemeli, hogy Júdának volt egy adullámi barátja, és ez az adullámi baráttal ment ide, az adullámi barát ment oda, bizalmasként működik az adullámi barát, őt küldi vissza a gödrével, az adullámi barát megy ide, az adullámi barát megy oda. Tehát ez ugye a héberül haver, a barát, ugye az első barát, tulajdonképpen ez a szó így jelenik meg a Bibliában először, ugye Júda szertesz egy igazi pogány barátra. Na most vajon miért, ugye, és az írás azt mondja, hogy még a jó társaságot is, vagy még a jó erkölcsöt is megmondják, akkor az társaságot. Tehát itt is erről van szó, Júda elmegy testvéreivől, ugye abban az időben elmegy Júda testvéreitől, szó szerint azt mondja a héberül, hogy aláment Júda, tehát Hebron hegyeiből alámegy a filiszteusoknak a síkságára, hogy annak idején majd Sámson is alámegy a filiszteusokhoz találni magának való asszonyságot. És így is van, és ebben az értelemben, ahogy lemegy a hegyekről, erkölcsi értelemben is egy ilyen alászállás történik meg, és mindezt egy barát okozza. Mit jelentenek a nevek? A híra név azt jelenti, hogy előkelő. A suha név pedig azt jelenti, hogy siker, szerencse. Tehát tulajdonképpen az egész történet egy ilyen asszimilációs kísérletről szól, amikor valaki, akinek ott van az életén az Istennek az elhívása, megpróbál belesimulni egy pogány közegbe, és megpróbál asszimilálódni a pogányokhoz. Miért teszi ezt? A beszédes nevek elárulják, hogy az előkelőség fogalma azt jelenti, hogy amikor az ember jövevény, amikor az ember egy kisebbséghez tartozik, úgy el van nyomva, akkor nagyon jól esik neki, hogyha valaki mellé áll az előkelők, az elismertek, a népszerűek, a sztárok közül. És ez bizony a kisebb rendűségi érzéssel küszködő embereknek nagy kihívás, hogy elfogadják őt is, hogy szeressék őt is, hogy a nemesre, a sztárra, jutó csillagfényből, reflektorfényből azért neki is jusson valamicsoda. Ezt látjuk nagyon gyakran, például ugye a fiataloknál is sokszor úgy választják meg lányok, fiúk a barátjaikat, hogy próbálnak a népszerűbbek, a sztárok mellé állni, és egy kicsit azzal kérkedni, hogy benfentesek és ismerősök. A másik a siker, a szerencse, ami az embereket a pogányok felé viszik. Ezek mind ugye Adullámban laknak, ami Adullám azt jelenti, hogy pihenő veredék, egy olyan hely, ahol ki lehet zárni a világnak a dolgait. És itt is erről van szó, hogy az élet félelmekkel jár, nehézségekkel jár, hogy miből fogunk megélni, vagy fogunk megélni, vagy fogunk szembenézni a nehézségekkel. És Adullám ez egy kis oázis volt, a jólétnek, a sikernek, az előkelőségnek, a nemességnek egy kis oázisa. És ez volt az, ami, ahogy annak idején Lótot is oda volt a Szodomába és Gomorába, ugyanígy Júdát is oda vonta a kanaanitákhoz, és bement közéjük, és össze is házasodott velük. És volt egy feleség, akinek a nevét se tudjuk, szegény csaj, ilyen jelentéktelennek tekinti az írás, vagy említésre méltónak sem tekinti az írás. Ugye azért érdekes ez, mert Ézsau is kánaanita feleségeket meg magának, ami volt Izsáknak és Rebekának, szívének a keserűsége, de őket ismerjük, név szerint legalább megvannak említve, és kanadai csajok, de legalább mégiscsak megvannak említve. Itt ez a szegény nő, ez valamilyen rejtés oknál fogva a neve ki van törölve az életkönyvéből. Viszont ugye lesz három gyermeke, és ebből csak a harmadik éli túl az egészet, ugye az első szülött három gyermeknek a neve is érdekes, ahogy elnevezi őket Jákob, mert bocsánat, Júda, igen, mert Érnek a neve, azt keresgélem, hogy mi volt Érneknek a neve. Igen, izgalom. Ugye az éberség az alapjelentése a szónak, de tulajdonképpen az izgalom. A másik, az Onának a neve, az erőt jelent, ugye ez egy bodybuilder volt,
és Sélának a neve pedig gondtalanság, tehát a Salom szó közös bűntől származik gondtalanság. De szintén azok vannak benne, amik hát tényleg, ahogy úgy mondani, szerintem a fogyasztói kultúrák jellemzik. Ugye kell egy kis izgalom, egy kis adrenalin, egy kis bungee jumping, egy kis extrém sport, valami, ami az embert izgalomba hozza, ami helyet, de na, értitek, most ott élünk a gondtalan jólétben, és ez maga a dögunalom. Tehát kell valamit csinálni, amitől egy kicsit az adrenalin megindul az emberben. Aztán ott van az erő, hogy majd mi, majd ügyesek vagyunk, stb. És végül ott van a gondtalanság, tehát az, hogy nincs az embernek semmire se gondja, élhet a kívánságainak, élhet a dolgainak. Most ez a probléma, hogy a Szodomáról, Gomorrából is beszéltünk, hogy a jólét erkölcsök nélkül mindig romláshoz vezet. Mert mindig csak ahhoz vezet, hogy a testi kívánságait az emberek kiélik, és nem képesek a jóléttel jól gazdálkodni, és a jóléttel helyesen és jól élni, és nem a jót hozza ki az emberekből, mert az emberből csak akkor hozza ki a jót, ha az állati ösztönöknél magasabb elvei vannak. Mert az erkölcsök erről szólnak, hogy az ember az erkölcsök által, az életfelfogása által nem az állati ösztöneit, a vegetatív ösztöneit elégíti ki csupán, hanem képes nemesebbre, többre, nagyobbra, szebbre, jobbra törekedni, és az erőforrásait erre használni. Tulajdonképpen minden ilyenfajta törekvés kedves Isten előtt, még ha valaki rosszul is törekszik ilyesmire, még az is kedvesebb, mint az a mentalitás, hogy együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Tehát csak az, ami a hasa az ő Isten, hát ennél jobban nem lehet kifejezni. Egyszerűen csak a testi vágyak, az egyetlen életcél az életében. Mivel megvan a pénze, a gondtalansága, a lehetősége, ez semmi másnak nem él, csak a testi vágyaira. Ez ugye Szodoma Gomorra óta Isten előtt a lejtő alja és a legutálatosabb dolog. És mindez keziben volt, a kezi azt jelenti, hogy becsapás, csalás. Tulajdonképpen olyan, mint a hogy mondani szoktuk, mint a talmi csillogás, tehát, hogy ami úgy néz ki, de mégse az, tehát az átverésnek a helye. És valóban ilyen a világ, ez kínálja, tényleg, hogy az emberek mindig a reklámok jutnak eszembe, ezt a fogkrémet használom, minden férfi belét szeret, ha ezt a krémet kell magadra. Az olyan gyönyörű reklám szlogenek vannak, ugye a György Ákos mindig ezeket összegyűjtögeti a különböző színdarabokba, ezeket a dolgokat felé. Hát elképesztő. Most is van valami a tévében, azt sem tudom mit jelent, hogy azt mondja, hogy egy jó arckrém nem teljesíti a liftinget, de nem tudom, hogy mit csinálhat ezzel, mert azt sem tudja, hogy mi van, hogy van ez a legnagyobb bajunk, hogy liftingezni akarunk, hogy fogom. Ez az, hogyha az ember azt sem tudja már. És sugallják neked ezeket a baromságokat, ezeket a barmaságokat, ez egész egy becsapás, egy egész, az élet nem erről szól, nem érde, tök mindegy, hogy lifting, van lifting, nincs lifting, nem lényeges, nem fontos. És nézed az embereket, és akkor látni, hogy szép nő, tehát még azt mondom, hogy egy csúnya nő elmegy a klasszikai sebészen és próbál egy kicsit korrigálni a dolgokat, én ezt értem. De gyönyörű, szép nő, dupla mellett valaknak magunknak, megteszik a literes teljes zacskót, és akkor itt tudom én, az alattai Sarolta is mondta, hogy most már kivetetik a kántőre a háta. Hát az ember szerencsét nem mer lehajolni, mert előre esik, húzza a súlyát. Pontul, és tényleg csinos nőket lehet látni, szépek lennének, és akkor telefújják az ajkokat ilyen izével, megcsonkítják valamit, mit tudom, ilyen borzalmas. Mindezt annak az reményében, hogy ettől majd szebbek lesznek, és ha szebbek lesznek, akkor ettől majd sikeresebbek lesznek, és akkor tényleg ez az egész hazug talmi csillogás, ami a világot jellemzi, de ez az, ami Júdát is bepalizza, összebarátkozik, megbarátkozik ezekkel az emberekkel, és ha tulajdonképpen Istennek Júdát szembesíteni kell néhány dolgokkal. Ugye van egy, nem is tudom, hogy fogjak hozzá, kevésbé gusztusos történet itt Onánnal, ugye mi a helyzet? Meghal én. Ugye Támár annyit jelent, hogy pálma, tehát abban átvitt értelmes után termet, után egy szép nőről van szó. Meghal Támár mellett az egyik fiú, ugye? A levirátus törvénye azt írta elő, hogy ilyenkor a sógor támaszon az elhalt testvérnek örököst, és akkor, hogyha ez a sógorsági házasságból lesz fiú örökös, akkor ő örökli az elhaltnak az örökségét. Most onnan, tessék, hát
később a Mózes törvényében ez ki van fejtve, de hát itt már működik. Tehát ez egy működő elv volt, egy működő elképzelés volt. Ez most messze vezet, ez tulajdonképpen az örökké valóságnak a dolga. Tehát a dinasztiák, a dinasztikus örökségek, ezek mind arról tanítanak, vagy az a szimbolikus kép, hogy valami örökre szól. Tehát, hogy egy ember a leszármazottain keresztül végig egy áldásnak a birtokosa, hogy ez az örökség. Erről is az örökké valóságról szól. Lényeg az, hogy onnan viszont azt mondja, ha nem lesz örökös, akkor kire száll az örökség? Nem. És ezért ugye ezt a fajta kötelességét nem teljesíti. És hát ez ugye sok bajnak lett a forrása, mert aztán a középkorban ezt erősen kiforgatva azt mondták, hogy tehát aki ugye földre vesztegeti a magot, önkielégítést végez, egyáltalán nem azzal a céllal hál az ő feleségével, hogy abból gyermek származol, az mind bűn, és onnan sorsára jut, ugye onnan példálózva riogattak mindenkit, és ez sajnos keresztény körökben, meg a kultúrán keresztül ez minden mai napig hat. Ugye még ma is kérdezik emberek, kapok ilyen leveleket, amikor megkérdezik, hogy lehet-e más céllal is a feleségemmel együtt lenni, mint hogy gyermeknemzés céljából. Ez erről a tőről fakad, ez egy középkori ilyen nagyon aszkéta elképzelés. A Biblia nyilvánvalóvá teszi, hogy az együttlétnek nem csak a gyermeknemzés a célja, hanem az örökszerzés is, miként írva vagyon, örvend a te ifjúságok feleségének. Szerelem a szarvas, a kedves zerge, az örökké. Nem ragozom. Lényeg az, hogy ott abszolút az örökszerzés, a szeretetnek kiteljesedése és célja meg a történetnek. Na, az Úrnak nem tetszett a dolga, úgyhogy onnan nem lett örökös, mert Isten ővele is végzett, tehát valamilyen hirtelen halállal meghalt ez az ember, és így az örökség, amire vágyott, és ami hát ugye annak idején Judát is mozgatta ott a kult történetnél, hát az erőszott a számára. Na most, nagyon érdekes, hogy Júda hogyan gondolkodik, azt mondja, Támárral lesz a baj. És más, hogy a harmadik fiát nem akarja odaadni Támárnak, mert ez a Támár, ezen valami rossz ellen van, valami átok van, mert aki férfiú mellé kerül, annak mind nagy lesz. Tehát mit gondolt Júda? Azt gondolta Júda, hogy Támárral van a baj, Támárral van a probléma. Na most Támár ugye ül özvegységében. Azt tudjuk, hogy az özvegynek sajnos sorsa volt, ő nem volt társadalom biztosítás, stb. Amíg az apja élt, vagy a fivérei éltek, valaki gondoskodott róla, ő is az atya házában volt, az nem feltétlenül jelent, hogy az apja élt, de működő család volt, és a család gondját viselte ennek a Támárnak. De hát közben sél a felnőtt, Támár látta, hogy nem akarták odaadni, stb. Közben ugye meghal Júda felesége is, és hát Júda eltévejedésére azért jellemző, hogy hát ha már nem volt asszony, akkor azért ő ellen járt a parázlákhoz. Ugye a felavatott prostituált a kánaáni kultúrában azt jelentette, hogy kifejezetten Isten tisztelet részeként voltak templomi prostituáltak, akik abszolút prostituáltként működtek, de ezt egyfajta termékenységi ritusnak tekintették, és a különböző termékenységi istenek templomaiban működtek a férfi és a női prostituáltak is. Ezt egyébként később a királyság idejében még az úrházában is ugye bevezetik, és ez is lesz az egyik oka majd a fogságnak, amit Isten a szemére hány, hogy a Manassé ideje alatt még magában a szentélyben, a templomban és annak közvetlen közelében is végeznek ilyesfajta tevékenységet. Ez rendkívül utálatos volt Isten előtt, és gyakorlatilag ez bemutatja azt, hogy Júda erkölcsei hát semmiben nem különböztek a kánaáni erkölcsöktől, annak ellenére, hogy egyébként egy jó hírű istenféle családban nevekedett. Tehát ez egy igazi ilyen történet, amikor sokszor találkozik szülőkkel, akik mikor a gyerekük felnő, és aztán elmegy, és teljesen átadja magát a pogány szokásoknak, akkor egyébként kérdezik, hogy ez hogy lehetséges, hát nem erre neveltük, nem ezt tanítottuk neki, hát hogy történhetett meg ez az egész dolog, ez az egész történet. De hát Júda is lesüllyedt, teljesen erkölcsei tekintve pogány lesz, és akkor hát ugye még megtörténik, ami megtörténik, teherbe esik Támár Júdától, tehát egy vérfertőző kapcsolatból szintén utálatosság, irányos, hogy ikrek lesznek ugye, mint ahogy annak idején Jákob és Ézsau is ikrek voltak, és történetből megviszik a hírt Júdának, hogy akkor Júda azt gondolja, hogy hát akkor itt az idő, hogy leszámoljon az át
látók forrásával, a szellemi tisztátalanság hordozójával. És az érdekesség ennek a történetnek az, hogy abban az esetben, ha paráználkodott volna, ugye a mózesi törvény szerint meg kellett volna kövezni az apja házában, elégetni azokat kellett, akik boszorkányságot, varázslást, jövendőmondásokat, meg ilyesmiket űztek. Tehát kivégzés módjából arra következhetünk, hogy Júda nem csak egyszerűen mint paráznát akarta őt ítélet alá vonni, hanem mint varázsló, tehát mint olyan személy, aki átkot hoz az emberekre. Na de ugye a nő elküldi a tárgyi bizonyítékokat a tulajdonosnak, és a történet végül is ezen a ponton végződik happy enddel, mert itt párhuzamba állíthatjuk ugye Júdát és Ézsaut. Ugye Ézsau is a maga módján abszolút testi volt és kanalta erkölcsöket vett át. Júda azonban mond egy érdekes mondatot, és azt mondta, hogy ne bántsátok őt, mert igazabb nálamnál. Tehát Júda ekkor szembesül a bűnével, szembesül azzal, hogy hová süllyedt. Hogy a saját mennyével paráznál. És szembesül azzal, hogy ő azt gondolta, hogy Támár minden bajnak a forrása, és rá kell tenni, hogy nem Támár minden bajnak a forrása, hanem ő minden bajnak a forrása, az, hogy ő eltért az Istentől, és kánaánita lett. És ezzel vége az asszimilációnak. Júda rájön arra, hogy ez az asszimilációs kísérlet, ez nem vezet sehova. És gyakorlatilag visszatér a testvéreihez, és ez a fajta kanyar az életében, hát egy tanulsággá válik. És az érdekesség az, hogy ugye az ikrek ilyen furcsa módon születnek meg, hogy az egyik kidugja a kezét, rákötik a piros fonalat. Mind a mai napig, akik Izrael földjén Isten félő emberek, tehát a ortodox zsidók, azok, amikor a fár megjelenik az első gyümölcsök, kötnek rá egy kis piros fonalat, hogy ugye az az első zsenke. Tehát ez a mai napig szokás. De mégis a másik jön ki előbb, az lesz az elsőszülött, és így Pérez lesz, a Pérez háza lesz tulajdonképpen Júda örökségének a továbbivője, és később, amikor a Moabita Rút is gyermeket szül, vagy amikor összeházasodik Boázzal, akkor ezt az áldást mondják rá a betlehemiek, hogy tegyen téged olyanná az Isten, mint amilyen a Péreznek a háza. Tehát ez volt a legerősebb nagy család Júdán belül. Jó, tehát ez Júdának egy ilyenfajta asszimilációs kísérlete. A különbség közte Júda és Ézsau között mégis abban van, hogy Ézsau nem találta a megbánásait. Ő soha nem ismerte fel a bűnét, soha nem szembesült a bűnével, Júda azonban szembesült a bűnével. És elismerte a bűnét, elfogadta azt, hogy ő neki kell megtérni, hogy ő a történéseknek a bajoknak az oka. És akarok egy új szövetségi párzamot hozni, akkor ott van Péter, meg ott van Júdás. Ugye Júdás elárulja Jézust, Péter is elárulja Jézust. De a motivumok egészen különbözők. Ugye Júdás soha nem volt igazán az Istené, hiszen azt olvasok róla, hogy bizonyságot tesz róla Isten, hogy kezdettől fogva tudta, hogy ki az, aki nem tiszta, tehát aki nem igazán őszinte is. És Ézsau is így volt, ő soha nem volt igazán, ő mindig világ életében igazán egy testi ember. Júda életében azonban ott van az elhívás, ott van rajta Istennek a keze, ott van rajta Istennek a hatalma, és ez abban mutatkozik meg, hogy Júda meg tud térni, szembesülni tud a bűneivel, és helyre tud állni. És ebben az mutatkozik meg, amit Isten megmondott, hogy én megbüntetem az atyák védkét 34. iziglen, de jót teszek 1000 iziglen. Ugye ezt is már kifacsalták a mindenféle átkokról szóló tanításokkal kapcsolatban, de itt mi a dolognak a lényege? Azt mondja, hogy azokkal teszek jót 1000 iziglen, akik engem szeretnek, és azok kapnak az atyáik vétkeiért is, akik engem gyűlölnek. Tehát miről van szó? Hogyha valakinek volt egy istentelen apja, de ő Isten útján jár, akkor az apjának a bűnei miatt nem felel. De ha ő az atya vétkeiben megmarad, akkor duplán nehezedik rá a bűnöknek a terhe. De ugyanez fordítva is igaz. Hogyha valaki viszont istenfélő lesz, akkor nem csak a saját istenfélő életének az áldásai vannak az életén, hanem az elődeinek, minden istenfélő elődjének is az áldásai megsokszorozzák annak a hatékonyságát az életén. És ezt végig lehet kísérni, hogy a patriárkák sorsában is így van ez. Mai napig is meg vagyok róla győződve, hogy ha egy ember őszinte hitre jut Istenben, egy zsidó ember őszinte hitre jut Istenben, akkor Ábrahámig visszamenőleg ezen iziglen az áldások ott sorakoznak. Ott sorakoznak az életében.
visszamegy, így van. Hogy Júda visszamegy, és utána már azt látjuk, hogy Józsefnél Júda is ott van, ő is beszél majd, és amikor József esete fennforog, akkor Júda az, aki kezességet vállal Benyáminél, Júda az, aki inkább a börtönbe akarna vonulni Benyámin helyett, tehát egy teljesen megváltozott, egy másik Júdát, egy másik embert látunk majd a végki fejletben. Tehát ő is átmegy egyfajta, hát nem csak megtérésen, hanem átmegy egy olyan fajta életúton, mint amin átmegy Jákob, és amin átmegy Izsák. És azt látjuk, hogy mindegyiknek más az életútja, hogy Ábrahámnak volt egyfajta elhívása, és egészen addig, amíg Izsákot fel kellett tenni az oltára, ő átment egyfajta életúton. Izsáknak is megvoltak a maga harcai, a gérári filiszteusokkal, a kutakkal kapcsolatban, őnek ilyen küzdelmei voltak. És aztán ott volt Jákob, akiről ugye mondtuk, hogy ki akar törni, hiszen ugye a második szülött volt, és azon mondom, hogy az Isten és az ember által neki adott pályáról kitör. De ebben ő Krisztusnak az előképe bizonyos fokig, hiszen az, hogy ő názareti Jézusnak hívják Jézust, ugye megjegyzi Máté, hogy názaretinek nevezték, hogy beteljesedjen a prófétáknak a mondása, és a neve egy prófétáról beszélem sokról. Több helyen ez a názareti felbukkan. Miért? Mert amikor azok a proféciák vannak, amik a názaretiről, a sajról, a hajtásról szólnak, azok mind ilyen, hogy a kiszikkadt földön, meg az elepet földön, ilyen kirepedezett, terméketlen földből nő ki ez a sar, igaz, hogy egy kivágott tőből, ugye Isaj törzsökéből nő ki ez a sar, ezekben a profétai képekben, azt látni, hogy ahonnan Jézus jön, onnan mindent vártak, csak a királyok királyát, meg az urak urát, nem? És ezért, amikor mennek az emberekhez, akkor a Galileából, Názáretből, Natanáj is azt mondja, hogy Názáret, hát nem csak Názáretből fog származni a királyok királyok uralnak utóra. És valóban, ő maga Názáret egy előzmények nélküli város. Semmi nem jelzi, hogy Názáretből valami nagy dolognak kéne történni. Nincs az Ószövetségben egy hang se Názáretről. De mégis, ahogy Jákobot Isten megtanítja arra, hogy a hite által képes bármit megváltoztatni, tényleg minden lehetséges annak, aki hisz, Jákob is ezt megtanulja maga módján, de leginkább a názareti mutatja be, aki egy senki háziból, most bocsássátok meg, hogy így mondom, egy senki háziból lesz a király, a király és az uraknak az ura, és a hite, a feltétel nélküli ragaszkodása az atyához, a feltétel nélküli bizalma az atyában egy teljesen más sorsot, egy teljesen más pályát ad neki, mint amire egyébként a születése pillanatában a körülmények a dolgok őt predesztinálták. Párhuzam megvan az Ószövetségben is, mert Péternél is az van, hogy háromszor mondja meg Jézus. Tehát ahogy Júda megtért, ahogy megtértek, ugye Jákob találkozott az angyallal, ugyanúgy ez az Ószövetségben is valahogy Isten oda helyez bennünket, hogy az életünkbe megtörjön valami, ami nem az ő útja szerint van. Azért, hogy tudjon igazán használni. Akkor tud igazán bennünket használni. Ezt a párhuzamot látom. Ezért is, tehát ezért is mondom, hogy ilyen szempontból Júda és Péter párhuzamba állítható, úgy, mint ahogy Ézsau és Júda párhuzamba állítható. Mert Júdásnak nem sikerült, nem találta a megbánás helyét, Péter viszont megbánta, tehát, és a megbánása a helyreállítás eredményezett, és valóban így van. Ugye Péter, amikor azt gondolta, hogy ő aztán mindenre képes, akkor kiderült, hogy semmire nem képes, csak arra, hogy az Urat elárulja. Akkor azt gondolta, hogy ő neki már más nem vár az élettől, csak egy kis halhalat, ha visszamegy és halász lesz, és mondjuk ezt az egész dolgot, akkor jön hozzá az Úr, és azt mondja, hogy gyere és legeltesd a azt, amire vágyott eleje teljében, azt nem kapta meg, és amikor összetört, akkor látogatta meg Isten, és mondta, hogy na most már tudod, hogy mire támaszkodhatsz, és mire nem támaszkodhatsz. És ezt kellett Jákobnak is megtanulnia, hogy el tudja engedni a dolgokat, hogy a maga esze szerint, ember szerint ő tartsa kézben a dolgokat, hogy tudjon bízni Istenben, és a hit szabálya szerint, szabályszerűen küzdjön. Mekkora lehetett az a létszám, akit megölt a két fiú? Mert nincs utalás, hogy van-e valami elképzelése, hogy nem tudjuk, hogy hány ember töltek meg Sekemben, hogy mekkora volt a vérfürdő, valószínűleg több százat. De lehet, hogy több ezer, de valószínűleg több százat.
tehát ebben az időben a Jákob, a 12 fia, a szolgák, stb. Tehát, hogy Ábrahámról azt olvassuk, hogy nem is tudom, 130-an magával indult a hatban, tehát ilyen században sárgyalat, tehát az beszélt, hogy körülbelül ilyen százas nagyságrendben lehetett az a hatrafogható férfiú, akkor hát 2-300-400-500 emberre satszolhatunk, de én nem tudom, hogy akár a különböző könyvekben, vagy akár a Bibliában, vagy bármiféle belső utalása van. A lényeg az volt, hogy mindent, tehát senki nem könyörültek. Komoly teljesítmény két ember. Hát nyilván nem csak a két ember volt, mert olvassuk, hogy aztán Izrael fia is mentek, már a zsákmányban ők is részesedni akartak, és hát nyilván voltak szolgáik, hát nem csak egyedül voltak, Ábrahámnál is ugye olvassuk, hogy a házában nevekedett, mint a 130 szolgával, mint hatba. Itt sem kettő ember volt, csak ők voltak a vezetők, az értelmi szerzői az egész történésnek. Ők csinálták az ő voltak a felújítók és a végrehajtók vezetői. Őket tesz az írás felelős. Jákob áldásában is nagyon nagy szerepet kapott a Júda. Így van, tehát Jákob zárásában, hogy az első három fiút kizárja ezekből az okokból, amit mondtunk, és Júdának adja a fejedelmi motot, tehát ő őt teszi királlyá. És a Virág könyvét olvasni, hogy Józsui után ő kapta az egyik főszerepet abban, hogy elfoglalja a Tigeret főnöket. Jeruzsálemben is volt, azaz, hogy akkor még csak sár. Tudta. Pontosan mire gondolsz, de lehet, hogy így hát Júda vezetésével nagyon sok város megfogadtam, nagyon sok területet. Igen, hát a többi törzs is azért küzdött. Neked azt mondta a gondolatot, hogy mondtad, hogy Ráhelt nagyon szerette Jákob annak ellenére, hogy mégis nem volt igazán is rendkérő asszony, és hogy Ráhel az a világot jelképezik, hogy Jézus is annak ellenére szereti az összes embert, hogy nem hisz benne. Tehát mindenki megvan az Isten, nem szerencsében. Igen, hát ez tényleg egy rejtély, mert Ráhelről inkább rosszat tudunk, az mint jót, azon kívül szép volt. De amit megtudhatunk róla amúgy egyébként, abból nem igazán derül ki, hogy Jákob mit szeretett hajtolni belén, tehát inkább a nevetős tulajdonságaival szembesülünk. Ettől még lehetett egyébként egy jó ember, de hát ezek biztos, hogy a negatív tulajdonságai, ezek szembeszökőek a Bibliában. Tehát nem azt akarom mondani, hogy Jákob oktatni szerette Ráhelt, biztos, hogy volt rá oka. Nem hiszem, hogy Jákob csak a külső szépsége miatt szerette volna Ráhelt, tehát biztos egész mást is látok benne. De az kétségtelen, hogy Ráhel nem volt az, amit a matriárka feleség, aki mindent tökéletesen csinált volna. Ezért mondhatnak ki a gyerekre azt az átkot. Hát olyan szíve volt, hogy haragudhatok talán még a gyerekre is. Hát haragudott is, így van, tehát ez némi önzésre utal, hogy magával volt elfoglalva a gyerekkel. Igen, tehát ez így. Hát ugye az, hogy most nekem rossz, meg nekem fáj, meg nekem kell meghalni a gyerek, meg nem érdekes, szóval ez egy én központú emberre érdekült. Mondom, most nem akarom én Ráhel szakulni, ez már az Isten titka. A lényeg az, hogy Ráhel betlenek van. A mai napig ennek is van egy érdekesség, hogy Jeremiásnál van egy profécia, hogy Ráhel siratja az ő gyermekeit, és nem akar megvigasztaltatni, és ugye a betlehemi gyerekgyilkossággal kapcsolatban idézi ezt a látványt. Miért volt a Ráhel? Hát mert Ráhel, de Betlehem Ráhel sírjáról volt híres, arról híres, mint a mai napig, tehát ugye ott van Ráhel sírja, mint a mai napig, ma már kisebb erőddel van körülvéve, mert ugye ez egy emlékoszlop volt eredetileg, aztán lett egy síremlék, most már komplet erőd, mert palesztin területen van, és hogy be tudjanak járni az ortodoxok oda imádkozni a Ráhel sírjához, hogy egy kisebb hadsereg védi őket. De Betlehem gyerekeken miért tulajdonít a Jeremiás Ráhel? Hát Ráhel a hozzá összefüggésben nem a leszármazás szerint, hanem az szerint, ahogy ugye két okból. Az egyik, hogy Betlehemben történik a gyerekgyilkosság, másrészt pedig, hogy Ráhelnek fájdalmára volt ugye a Benyámin,
és ugyanígy lesz a betlehemi asszonyoknak fájdalmára az, hogy ezt látta előtt, mert egy ilyen egyébként van egyfajta változat. Mutogatják, mint a mai napig, ha az úr reggeli meg lesz. És így okat, ahol a gyerekeket eltemették. Tudom, hogy jó elkérdés. Én azon szoktam mindig csodálkozni, hogy Ábrám egyszer félrelépett, hogy egy másik nővel kezdett, és abban milyen nagy átok lett. A Júda meg, vagy se a, hogy hívják őt, na, a Jákob, az pedig két asszony plusz két szolgával a 12 törzset ő hozta létre, és az meg nem, nincs negatív ütnak föl. Hát Ábrám se lépett félre, inkább arról volt szó, hogy ugye nem tudta, hogy hogyan, miképpen, hogy Ábrámnak mondtuk, hogy az igen, volt tragédiája, hogy örökös, azt szerette volna az örökös, és akkor szerette volna, hogy lót legyen az, aztán ugye azt remélte, hogy majd a damaszkuszi Eliézer lesz az örökös, aztán hogy a regénységét Iszmaelbe vetette, és a végül értek neveg. De ebben van egy tanítás, egy hitbeli fejlődés, mert Isten azt akarta, hogy lássuk, hogy az örökösök a hitből való gyermekei, ugye ezt az apostol kifejtel volna levélben. Isten arra akart bennünket tanítani, hogy nem a test szerinti örökösök öröklik az Ábrám örökségét, hanem a hitből valók. Na de Jákobban meg nem volt probléma, hogy hozta össze a 12 törzset. Hát Jákobban annyira nem volt probléma, hanem hogy Isten az asszonyoknak a versengését az kihasználta arra, hogy Jákobot megszaporítsa és megsokasítsa. Tehát mondom, egy kis mosoly végigkíséri ezt az egész Jákob történetet, hogy Jákob csernek csalásra megszerzi a dolgot, Isten hallgat, és nem csak akkor hallgatott Isten, amikor bement Izsákhoz Jákob, hogy elvegye az áldást, akkor Isten cinkosan hallgat, igaz? Azzal megegyezhetünk, mert megmondhatta volna Izsáknak, hogy nem az. És Izsák áldásában benne volt Isten, mert Izsák tudta, hogy az kiment, és az üresen visszament ér. Tehát ezt nem lehet megváltoztatni sem, meg visszament is. Tehát Izsák tudta, hogy Isten cinkosan együtt működött Jákobban. De ugyanígy nem szólt neki, mikor a Leát vitték be hozzá. Nem engedte, igen, Isten, hogy az Ézsau tárgya meg Izsák, de véli lényegében ottan cinkosan hallgat, amikor bemegy a Jákob ellopni az áldást, igaz? Tehát együttműködik, nem leplezi le Jákobot. De ugyanígy nem leplezi le Leát, tehát Jákobnak se szól, amikor Leát viszik be hozzá, sőt, megcsinálja azt, hogy Lea fogan, Ráhel meg nem. Tehát Lea méhét megnyitja, és potyognak belőle a gyerekek, Ráhelről meg nem tudják, csak Ráhel már azt mondja, hogy adjál nekem is, adjál nekem is gyerekeket, te volna sem, hogy ez mikor történt. Tehát ez végül ilyen vicces dolog, hogy lesz neked Lea, és akkor Leából jönnek a potyognak a gyerekek, az a fiú, ugye az ötödik fiúnál már azt mondja Lea, hogy Zebulun legyen a neve, nálam fog lakni a férje vezet túl. Az ott lakás, a mellakás, azt jelenti ez a bulli. Most már nem Ráhellel fog, hanem velem fog. Mert szegény Lea megvetett volt, és ugye Isten látta le, hogy hát azt olvassuk róla, így van. Olvassuk, hogy a mandragóra bogyókért kellett beindítálnia, tehát azért lelépte Ráhellel. De nem Leával élt együtt Jákob, hanem Ráhellel, és hát Leának úgy kellett ugye megvesztegetnie. Vásárolni, megvettelek téged a fiam.